Szeretettel köszöntjük Önöket! Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. A PPH, a Nyílt Akadémia, a Közös Élet és Embert Ismert Fejlesztő Képzésén. Én Szedlacsikné Krisztina vagyok. Én Szedlacsik Gergő vagyok, mi vagyunk a PPH egyik vezető házas párja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. Budapesten élünk feleségemmel. Egy cégnél dolgozom, a rendszergazda vagyok, illetve a cégügyét is intézem, emellett a PPH csapatépítése is foglalkozom. Édesapám, Szedlacsik Miklós gyerekkorom óta visz a rendezvényekre, és azóta támogatom a munkásságában, plusz én is szeretném az emberek tudatosságának elérni, hogy bejussunk az aranykorba. Fiatalként megéltem, amikor édesapám átváltott a pénzügyi területről, nagyon jó váltás volt, az emberek szellemi fejlődésére való átállás. Nagyon elgondolkodtattak a képzések az életemmel kapcsolatban, és elkezdtem felismerni a hibáimat is. Mit adott még a coachképzés? Elkezdtem megérteni az emberek működését a coachképzések tanulásával, és ezáltal magamat is megismertem elég mélyen. És ezáltal tudjuk jól építeni a kapcsolatunkat is. Így van. Én szeretnék pár gondolatot mondani magamról. Ugye Budapesten élünk a férjemmel, boldog házasságban. Jelenleg HR asszisztensként dolgozok egy cégnél, de emellett a PPA csapatépítéssel foglalkozom, és fontosnak tartom, hogy minél több embernek eljutassuk ezt a tudást. Én már lassan 6 éve, hogy itt tanulok a Nyílt Akadémiánál, nekem édesanyám Csonka Erzsébet javasolta, hogy kezdjek el itt tanulni, és azóta is itt tanulok, és legjobb döntésemnek tartom. Én akkoriban változtatni szerettem volna az életemben, és egy lehetőséget láttam abban, hogy egy új szakmát elsajátítsak, amivel szívesen foglalkozok, és éreztem, hogy ezzel a tudással rendbe tudom tenni az én életemet, és tudok másoknak is segíteni ebben. És nem csak, hogy egy mosolyt csaljak az arcukra, hanem hogy rávezessem őket, hogy hogyan tudnak boldogan élni. Mikor megismertem személyesen Szedlacsik Miklóst, én már pár hónapja itt tanultam, csak ugye külföldön voltam, és akkor győződtem meg arról, hogy ő egy hiteles és példamutató tanító. Szóval érdemes eljönni akár szemináriumra, akár heti találkozóra, ismerjétek meg személyesen. Én egy új látásmódot is kaptam, hogy mi miért történik, és hogy most miért történik, illetve gyerekkoromban miért történt. Ez nagyon fontos, hogy rendbe tudjuk tenni az életünket. És ezáltal egy személyiségváltozáson mentem keresztül, hiszen egy félénk, csöndes és egy túlérzékeny hölgy voltam, azóta ez sikerült, hát javítanom. És most így javítjuk, igen. És sokkal kiegyensúlyozottabb lettem, most már a hangulatom sem ingadozik annyira nagyon. Most már nem hullámvasúton élünk, hanem most már csak kisebb. Most már gyerek hullámvasút, nem felnőtt. Szóval érdemes itt tanulni. És nem tapasztaltam még a 6 év alatt olyat, amit Szedlacsik Miklós tanácsolt volna, hogy ne lett volna igaz. A mai nap képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan vezető, aki a tudása, képessége és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygón. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló a mi vezetőnk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen értünk el piacvezetői pozíciót, úgyhogy azok kettő teljes ellentétes indítatású tevékenység volt. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az ember javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetőnk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, édesapámot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szeretném megkérdezni, hogy jelenlegi világunkkal mennyire vagytok elégedettek? Nem. Nem tetszik? Majdnem. Érdekes világot élünk. Nagyon. Szerintem a fiataloknak elég fura az, hogy valamit időnként lehet kapni, valamit időnként nem lehet kapni. Nem? És ez most ugye az elmúlt pár hónaptól van ez így, ugye az idéntől mondhatjuk ezt. Nekem ez nem annyira fura, mert ugye annak idején a 60-as, 70-es években, még talán a 80-as években is ilyenek voltak, hogy valami volt időnként, valami nem volt. De hát ugye én például nem fogyasztói társadalomban nőttem föl, és ugye a fiatalok azok fogyasztói társadalomban nőttek már föl, és biztos, hogy fura ez számukra, hogy amikor van, amit szeretnének, amikor nincs, amit szeretnének. És ugye ilyen érdekes dolgok ezek. Ugye hogy működik a piac, a gazdasági élet? Ugye mivel nincs árszabályozás, kivétel, mit tudom én, mikor az állam bele nyúl bizonyos árakba, ott van árszabályozás, de egyébként ugye a piacgazdaságban nincs árszabályozás, ezáltal az árakat nem az értékek határozzák meg, ezt jó, ha tudjátok, hanem a kereslet és a kínálat határozza meg. Ami azt jelenti, hogy ha valamiért nincs kereslet, akkor annak az ára lemegy. Ha valamiért túl nagy a kereslet, akkor annak az ára felmegy. És ez így van, de ha megnézed, ugyanígy működik a tőzsde is. Ha valamire van kereslet, akkor annak az ára felmegy. Ha valamire nincs, akkor annak az ára lemegy. És nem csak a tőzsde tehát, hanem maga az egész ár. Tehát a gazdasági életben az árak, azok így működnek. És ez elég fura, ha megnézzük, mert nem az érték határozza meg az árat, hanem a kereslet meg a kínálat. Tehát ha ezt jobban megnézed, hogy nem az érték határozza meg egy árát, tehát az árát annak a bizonyos dolognak, hanem a kereslet meg a kínálat, ez nem túl etikus. Mert alapvetően, ha megnézed, az értéknek kellene meghatározni az árat, és nem a keresletnek kell meghatározni az árat. És ez úgy működik, hogyha a gazdaságban túl sok a pénz, akkor ugye az azt jelenti, hogy megnő a kereslet. És ha megnő a kereslet, akkor meg lehet növelni az árakat. Tehát mi az, hogy túl sok a pénz? Az elmúlt években a gazdaságba, tehát az embereknek bizonyos helyeken a világban benyomtak pénzeket. Tehát állítólag az Amerikai Egyesült Államokban minden család, illetve minden személy kapott több mint 1 millió forintot csak úgy. Érted? Tehát ez csak egy kiegészítés volt a Covid időszakban. Tehát kaptak, az azt jelenti, hogy ha többen voltak a családban, akkor annyi szól 1 millió forintot, ahány. Nyilván dollárt kaptak, ahányan voltak. És ugye ez azt jelentette, hogy a családoknak hirtelen több lett a pénzük, de az emberek mit szoktak csinálni, hogyha több a pénzük?
nem félre rakják, nem takarékoskodnak, hanem költik a pénzt. És ha az emberek elkezdenek pénzt költeni, akkor ugye azt valamire el akarják vásárolni a pénzt, ez azt jelenti. Tehát az annyit jelent, hogy meg lehet emelni az árat. És ugye tudjuk, hogy az infláció, vagy nem tudom mennyire tudjátok, hogy az infláció az azt jelenti, hogy átlagosan hány százalékkal emelkedtek az árak. Tehát az infláció mindig azt jelenti, mindig is azt jelentette, hogy átlagosan mennyi százalékkal növekedtek az árak, ahány százalékkal átlagosan növekedtek az árak, annyi az infláció. Nyilván ez nem biztos, hogy teljesen valós, mert lehet csalni. Meg nyilván nem feltétlenül tükrözi az áremelkedést, mert lehet, hogy bizonyos termékek, amit az emberek nem nagyon vásárolnak, annak az ára csökkent. Bizonyos termékek, amit az emberek meg nagyon vásárolnak, azoknak az ára meg növekedett. Ezáltal az emberek jobban azt tapasztalják, hogy áremelkedés van, mint amennyi a tényleges infláció. Mert a tényleges inflációt úgy számolják ki, hogy megnézik az összes terméket, és megnézik, hogy átlagosan hogyan, milyen mértékben emelkedtek a termékek, és annak alapján jön ki az infláció. Ráadásul az inflációval még a gyártók csalnak is, idézőjelben ezt a csalást, jó? Tehát ne értsétek ezt félre, tehát úgy csalnak, hogy fogják, befejezik annak a terméknek az árusítását, fogják, változtatnak egy kicsit a terméken, kiadják mint új terméket, jóval drágábban. És ez nem számít bele az infláció számításba. Az infláció számításba az számít bele, hogy az a termék mennyivel emelkedett. Ha azt a terméket megszüntetik, és helyette egy másik terméket bocsájtanak ki, az nem számít bele az inflációba. Tehát ezáltal ténylegesen az emberek nem azt az inflációs adatot fogják hallani, amit a bőrükön éreznek, a vásárláskor éreznek. Oké? Tehát ez azt jelenti, hogy mindig az árak, azok, amit az emberek érzékelnek, magasabb mértékben emelkednek, mint ami ténylegesen az inflációs adatokban tükröződik. Tehát ez azt jelenti, hogy ha azt mondják, hogy mit tudom én, van 10% infláció, akkor biztos, hogy lehetsz abban, hogy te legalább 15-20%-ot érzékelsz. Oké? Ha azt mondják, hogy 20%-os infláció, akkor biztos lehetsz abban, hogy a 30-40%-os áremelkedést érzékelsz. Oké? Tehát ha az elmúlt időszakban megnézzük, hogy ugye a fogyasztási cikkek, amit rendszeresen fogyasztanak az emberek, mert ugye majdnem minden fogyasztási cikk, amit rendszeresen fogyasztanak az emberek, az milyen mértékben emelkedett? Hát az sokkal nagyobb mértékben emelkedett, mint amit az emberek ritkán vesznek. Tehát én például vettem az elmúlt időszakban 2 darab kameraállványt. És ugyanannyiért vettem, mint ezelőtt 4-5 évvel. Tehát az gyakorlatilag nem emelkedett. De kameraállványt életemben eddig vettem 5 darabot, mióta élek. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy a legtöbb ember nem is vesz kameraállványt. Tehát vannak olyan termékek, amik a valóságban nem emelkedtek, de azt az emberek nem érzékelik, de beleszámít ugyanúgy az inflációs adatokban. Érted? Abba benne van. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan
dolgot érzékelünk az áremelkedéseknél, az, ami nagyobb, mint maga az inflációs adat. És ugye ezt miért mondom? Azért mondom, hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel, és ez hogy alakult ki gyakorlatilag, vagy hogy tud kialakulni gyakorlatilag maga az infláció. Ugye úgy tud kialakulni, hogy az emberek vásárolnak. Ha nem vásárolnának, akkor kénytelenek lennének az eladók és a gyártók lejjebb vinni az árakat. Na most gondold végig, mit tudom én, mondjuk egy bizonyos kategóriájú autó például, az, mit tudom én, 4 évvel ezelőtt vagy 5 évvel ezelőtt 5 millió forint volt. Az felső közép kategóriás, onnan indult. Tehát onnan indult, fölment mondjuk max, majdnem 10 millióig, tehát duplájáig. De onnan indult. Most ugyanaz a felső kategóriás típus, csak újabb legfeljebb, az azt jelenti, hogy újabb, hogy azóta változásokat csináltak rajta, most majdnem 3-szorosáról indul. Érted? Miért? Vajon miért tudták ezt megcsinálni? Mert gondold végig, olvastam egy olyan cikket, hogy a Covid időszak alatt vettek a legtöbb Bentley-t. Érted? Soha annyi Bentley-t nem vettek, mint a Covid időszak alatt. Miért pont a Bentley-t mondom? Mert az a világ egyik legdrágább autója. Érted? Tehát szériában gyártott, a világ egyik legdrágább, tehát nem sportkocsik, szériában luxusautók a Bentley-k. Ugye a Bentley meg a Rolls-Royce az a világ legelitebb autója volt régen. Ez a két autó, ugye a Rolls-Royce-ról mindenki hallott, a Bentley-ről kevesebbet, de régen a Rolls-Royce tulajdonában állt a Bentley, azelőtt meg természetesen önálló volt, tehát most már BMW tulajdonban van a Bentley, ha jól emlékszem. Tehát lényeg az, hogy gondold végig, a világ egyik legdrágább szériában gyártott autóját a Covid időszak alatt soha nem vettek annyi autót, mint a ilyen Bentley típust, mint a Covid időszak alatt. Tehát ami azt jelenti, hogy persze bizonyos típusok az ugye kevesebb fogyott egy időszakig. De mit csináltak az emberek? Gondold végig, a Covid időszak alatt egy csomó pénzt megspóroltak. Miért? Mert nem mehettek ide, nem mehettek oda, nem mehettek amoda, rengeteg pénzt megspóroltak, és hosszú ideig nem mentek. Nyilván a gazdagok utaztak ugyanúgy, de a gazdagok az körülbelül a lakosságnak ugye ez 1%-a alatti szám. A jómódúak, a kiemelkedője jómódúak, az a lakosság 3%-a. Tehát akik utaztak, az mondhatjuk, hogy a 3% utazott, a 97% meg nem utazott. Tehát most mondok példát. Én ide minden szerdán és vasárnap bejöttem, mert ugye nekem ez a munkahelyem, és ezáltal akkor jöhettem, mehettem, mikor akartam. Tehát gondold végig, a vállalkozók a világban ugyanúgy jöttek, mentek a Covid időszak alatt, mint előtte, tehát a jól menő vállalkozók, azok nem spóroltak, mert ugyanannyit költöttek. Mint például látni ebből a Bentley kérdésből is, hogy fogták, aztán Bentley-ket vásároltak. De a lakosság nagy része a spórolt. Méghozzá hónapokon majdnem azt lehet mondani, hogy 1,5-2 éven keresztül. Érted? Mert nem mehettek. És ugye mi történik, mikor az emberek spórolnak? Hát fönnmarad a pénz. De hát mit csináljunk vele? Hát költsük el. Mikor mehettek, hát ugye azt mondták, mivel kapcsolataim vannak hotelekkel, azt mondták a hotelek, hogy sose volt ekkora forgalmuk, mint a Covid után. Érted? Tehát az emberek mit csináltak, és ha megnézed, a Covid után bementél a bevásárlóközpontokba,
rengeteg ember, érted? Magyarul elkezdték költeni a pénzt nyakra főre. Ez mit okozott? Azt okozta, hogy az emberek, mivel költötték a pénzt, azt mondták a vállalkozások, ha megnőtt a kereslet, emeljük meg az árakat. Világos voltam? És ez nem, ez gyakorlatilag mindenütt ez volt, ahol a Covid-dal játszottak. Oké? Mindenütt. Tehát ez egész világban, gyakorlatilag egész földünkön ez volt. És megnézed, elkezdtek az emberek nyakra főre vásárolni, elkölteni a Covid általi megtakarításaikat, ezáltal fölemelkedtek az árak, csak egy baj van a felemelkedett árakkal. Hát én mióta eszemet tudom, én nem emlékszem olyanra, hogy az árak visszamentek volna. Én nem emlékszek olyanra. Soha. Ami azt jelenti, hogy volt visszamenete, például a benzinnel, ugye az mozog, a benzinár, az mozog. De én az élelmiszernél még nem tapasztaltam ilyet, hogy az árak visszamentek volna. Szóval ez azt jelenti, hogy ugye mi lesz? Hát az emberek elköltik a pénzüket, de most ugye mit fognak csinálni, hogyha nehézség van, tehát megdrágult minden, és a jövedelmek meg sokkal kisebb mértékben emelkedtek, mint ugye az árak. Ezáltal az embereknek egy idő után elfogynak azok a pénzeik, amiből vásárolhatnak, de egy dolog, egy baj lesz, hogy az árakat nem fogják lejjebb vinni. És ez azt jelenti, hogy a következő lesz, mondom előre, az várható, hogy az árak nem csökkennek, viszont a fogyasztás lecsökken. Ami azt jelenti, hogy ha lecsökken a fogyasztás, kevesebbet fognak termelni minden téren. Oké? Kevesebb alkalmazottra lesz szükség. Oké? És ez azt jelenti, hogy rengeteg embert fognak elbocsátani a vállalkozások. Mert nem fogják visszaengedni az árakat, hogy újból meglendüljön a termelés, mert bolondok lennének, mert azt mondják, hogy lehet, hogy kevesebbet adunk el, de több pénzért. Érted? És nem engedik lejjebb az árakat. És ilyen problémák várhatóak a közeljövőben. Jó? És ez nem távoli jövő, ez a következő hónapok. Oké? És azt fogjátok látni, hogy rengeteg embert fognak elbocsájtani emiatt. És ez nem csak ilyen problémát fog jelenteni, tehát a vásárló erő csökkenése, illetve a vállalkozók általi visszacsökkentése, hát ez azt fogja eredményezni, hogy olyan területek is, ami húzóágak, mi a húzóág, például az autógyártás, az egy nagy húzóág, az autógyártásban is visszaesés lesz, és az egész területeket fog érinteni. Tehát most mondok példát, és gondold végig a következőt, több helyről kaptam szállodától értesítést, több szállodától, hogy a téli időszakra bezár. És tavasszal fog majd kinyitni, a fűtési szezon végével fog kinyitni. Addig a melósokkal mi lesz?
miből fognak élni? Ráadásul ugye ilyenkor esetleg a bevált dolgozók addig keresnek valami új munkát, ha talál természetesen, és már vissza se tudják venni. Na most nem tudom, tudjátok-e, hogy a fűtési szezon, biztos tudjátok, az nálunk fél év pont. Tehát ha kiszámolod, október 15-től április 15-ig tart, az pont fél év. Oké? Hát egy ember, hogyha fél évre el van bocsátva, hát gondolod, hogy fogják finanszírozni neki a fizetését? Biztos, hogy nem. Addig kiléptetik, hogy ne kelljen ugye a járulékokat fizetni. Hát gondold végig, ha csak nem adnak neki fizetést és a járulékot ki kell fizetni egy dolgozó, akkor is benne van 100 000 forintba, érted? De legalább 80-ban mindegy. Tehát hogyha semmi egy forint fizetést nem kapok, akkor is benne van 80 000 forintba. Tehát azt a 80 000-et nem hozza be semmi, mert leáll minden, és ugye a leállás, például egy szálloda leáll, annak vannak költségei. Tehát havonta vannak költségei, gondold végig őrizni kell, állagmegóvást kell csinálni, néha takarítani, hát képzeld el, fél évig ott nem takarítanak, mi lesz? Hát a gossz lesz meg mindent. Tehát valamennyibe akkor is kerül az a szálloda, annak a fenntartása. Hát bolond lesz majd még fizetni az alkalmazottakat. Tehát gondold végig, hogy ugye ez egy olyan terület már, ahol rengeteg ember van, az idegenforgalom. Másik az autóipar, ami rengeteg ember dolgoztat. És akkor beszélhetnénk a többi üzletágról. Például a házi asszonyunk ugye dolgozik egy munkahelyen, ott már megtörténtek az elbocsátások. Érted? Már megtörténtek. Tehát a dolgozók egy részét elbocsátottak. Akkor ez természetesen a pénztelenség az az építőipart is leállítja, ami rengeteg embert dolgoztat, közvetlenül vagy közvetve. Tehát kérdésem az, hogy mi lesz veled? Ez a kérdés. Tehát mi lesz veled, hogyha netán-tán téged érinteni fognak ezek a dolgok? Mi lesz veled? Tehát az a helyzet, hogy az ember úgy született, hogy van üzleti érzéke. Minden embernek van születésénél fogva üzleti érzéke. Kérdés az, hogy mennyire nevelték ki az üzleti érzéket. Tehát senki nem alkalmazottnak született, még akkor sem, hogyha alkalmazottak voltak a szüleid, sőt már a nagyszüleid is alkalmazottak voltak. Te akkor sem alkalmazottnak születtél. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy rengeteg alkalmazott, akinek gyereke van, kisgyerek, mérgelődött azon, hogy a gyereke az üzletel az óvodában. Tehát beviszi a játékát, és eladja, vagy elcseréli, érted? Magyarul üzletel az óvodába. Tehát én nem is hallottam olyan gyerekről, aki az óvodában ne üzletelne. Érted? Persze, amikor a szülők egy-két üzletelés után jól leszúrják a gyereket, akkor a gyerek abba hagyja. De gondold végig, minden gyerek üzleti vénával született. Persze, utána lehet, hogy kinevelték belőle, sőt, biztos, és lett belőle egy kiváló alkalmazott. De a mostani világban, amiben vagyunk,
ha boldogulni akarsz, akkor elő kell keresned az üzleti vénádat. Ha nem találod meg, akkor pedig üzleti szemléletet kellene tanulnod. Világos ez? Miért? Mert az alkalmazotti szemléleteddel nagyon nem fogsz boldogulni a jövőben. És általában ugye van egy mondás, ez se véletlen, hogy 7 szűk esztendő. Ha kiszámolod a 2008-as évben kezdődött világválságot, 7 szűk esztendőig tartott. Pontosan. Oké? 7 szűk esztendőig tartott. Tehát ha elindult egy válság, elindult egy gazdasági összeomlás, mert most afelé haladunk, akkor hát várhatod, mire ebből kilábal a világ, az 7 szűk esztendő. És az a baj ezzel a válsággal, hogy több tényezős. Nem csak az, hogy az emberek maguk generálták a vásárlásaikkal ezt az óriási inflációt, hanem az is, amit már elmondtam, hogy tovább finanszírozhatatlan az a mérhetetlen mértékű eladósodása az állampolgároknak a világban és az országoknak a világban. Tehát ez tovább finanszírozhatatlan. És ugye van egy harmadik összetevő, ez pedig maga az egész nyugdíjrendszer finanszírozhatatlansága a fejlett nyugati országokban. Tehát ez a három összetevő most találkozott, eddig még soha a történelem során. És ez a három összetevő már magában is probléma egyesével. Ha ez a három összetevő összetalálkozik, már pedig most összetalálkozott, akkor ebből óriási gondok lesznek. És az, akinek nincs üzleti vénája, az le fog süllyedni a létminimum szintjére, vagy az alá. Oké? Ha csak nincs valami olyan alkalmazotti tudása, érted, hogy nélkülözhetetlen bizonyos területeken. És ezáltal ugye fogják tudni alkalmazni. Tehát mondom, az összes gazdasági válság, ami a Földön volt, vagy az egyik, vagy a másik, vagy a harmadik okból volt, illetve hát nyugdíjokból még nem volt. Oké? Hitelokból volt már a 2008-as. Oké? De most mind a három összejött. És azok, akik homokba dugják a fejüket, strucc politikát folytatnak, hogy majd lesz jobb, akkor azok nagyon tudatlanok. Hát nagyon tudatlanok. A tudatlanság az pedig nem bűn. Itt van, a tudatlanság nem bűn. Csak lelki és fizikai fájdalmat okozó valami. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy az ember, hogyha tudatlan, null működik az életében, akkor ne csodálkozzon, hogy lelki és fizikai fájdalmai lesznek. Oké? Tehát mit jelent a lelki fájdalom? Hát amikor gyakorlatilag rosszul érzed magad. Érted? Rosszul érzed magad. Tehát van egy rossz érzés benned. Érted? Még nincs fizikai fájdalom, tehát konkrétan mit tudom, nem fáj, itt-ott van, valahol itt belül van rossz érzésed. Érted? Tehát mikor valaki mondjuk még a szervezete egészséges, megvizsgálják és nem találnak semmi kifogást a szervezetében, de az illető hát már nagyon rosszul érzi magát. Mit jelent ez a rosszul érzi magát?
nagyon rossz hangulatú, hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy egyszerűen lesüllyed a hangulata, tehát egyre rosszabb és rosszabb, és utána megáll egy szinten ez a romlás természetesen. Általában az embereknek ugye a depresszió szintjén áll meg a hangulatuk, ugye a bánat szintjén megállnak, tehát ez a lelki fájdalom, érted? És hát ha az ember viszont tudatos, akkor tudatosan tud tenni olyan dolgokat, amivel ezeket meg tudja akadályozni. Tehát most mondok példát, jó? De ez, nézzünk. Van 10 életterületünk, és ugye nem tudom, életedben a pároddal veszekedtettek-e már a pénz miatt? Ez az egyik kérdésem, gondold végig. Esetlegesen, ha nem veszekedtetek a pároddal a pénz miatt, akkor a szüleidet láttad-e veszekedni a pénz miatt? Nyilván nem akkor veszekednek általában az emberek, ha sok pénz, túl sok a pénz, hanem inkább akkor, ha túl kevés. Bár hogyha túl sok a pénz, akkor is lehet veszekedni, hogy most mire költsük, tudod? Vagy mibe fektessük. De ugye ez a ritkább helyzet. Na most egy olyan világban érkezünk, ahol kevés lesz a pénz. Érted? Hát kevés lesz a pénz. Lehet olyanokat csinálni, mint amit Amerikában csináltak. Hogy fogták és fedezetlen pénzt adtak a lakosságnak. Hát gondold végig, hogy mekkora összeget fizettek ki, ha 1 milliót fizettek ki. Annak a felét a Trump kormány, a felét meg a Biden kormány fizette ki. És gondold végig, itt a Covid idő alatt. Ez itt, ami csak nem 300 milliós az Egyesült Államok. Az számolt ki mekkora pénz. Még dollárba is. Dollárba is milliárdok, tehát nagyon sok milliárd, de ilyen valami 6000 milliárdot fizet dollárba. 6000 milliárdot fizettek ki. A magyar ország költségvetésének, amit tudom én, egész éves költségvetésének nem tudom hányszorosát. Ki lehet számolni azt is. Érted? Kifizették. Na most ezt lehet csinálni. De azzal megint ugyanazt érik el, hogy az emberek mit fognak csinálni. Tehát ez van egy mondás, hogy a könnyen jött pénz, ez könnyen megy. Tehát amikor az emberek csak úgy kapnak pénzt, akkor még gyorsabban elköltik sokkal, mint amiért megdolgoztak. Világos ez? És ez USA-ban ez pont ez volt. Tehát mondom, lehet ezt csinálni, hogy fedezetlenül kibocsájtani pénzt, mint mondom, amit az USA-ban csináltak. De a fedezetlen pénzkibocsájtásnak mindig további áremelkedés a következménye. Érted? Mert az emberek még többet költenek. Tehát ugye nem megoldás, nem megoldás. Per pillanat megoldásnak tűnhet, de mégis már középtávon sem megoldás. Most gondold végig, hogy milyen érdekes, hogy nagy szakemberek vannak az USA-ban. Ott van a agytrözt, érted?
és akkor ilyen hülyeséget csinálnak, hogy csak úgy fogták és a lakosságnak adtak sok ezer milliárd dollárnyi összeget összességében, érted? És annak a lakosság egy jó része nem is szorult rá erre az összegre, érted? Tehát mindenki kapott, még a milliárdosok is. Még azok is kaptak. Gondold végig. Szóval röhely. Tehát egy olyan világban vagyunk most, ahol ilyen agytröztök, ilyen hülyeségeket csinálnak. De én úgy gondolom, hogy az agytröztök az ilyen hülyeségeket maguktól csak úgy nem találnak ki, mert ennek tudják a következményét. Érted? Tehát itt ez valami szándékosság vélhető benne. Tehát tudják azt ezek a gazdasági agytröztök, érted, hogy ha pénzt adnak az embereknek, akkor az emberek elköltik. Ha elköltik, akkor áremelkedés lesz belőle, ami felgerjeszti az inflációt. Érted? Ezt ők tudhatják. Tehát ez mindig is így volt, mindig is így lesz, ezt nekik tudniuk kellett. Tehát ebben valamilyen szándékosság volt. Világos ez? Tehát ami azt jelenti, hogy ekkora hibát nem lehet elkövetni szakemberek részéről, érted? Tehát itt ugye a Fed bocsájtotta ki ezt a pénzt, az amerikai államnak adta oda, érted? És az amerikai kormány fizette ki az emberek számára. Tehát ebben benne volt mindenki, az egész felső vezetés. Érted? Az összes gazdasági szakember benne volt ebben. És ugye nem csak itt történt ilyen, hanem más országokban is történt. Itt Magyarországon nem igazán ugye történt, mert nem volt miből, de Németországban is osztottak pénzt, meg más országokban is. Nyilván nem feltétlenül olyan széles körben, mint az USA-ban, de máshol is osztogattak dolgokat. Szóval gondoljuk végig, hogy hát ha valaki gazdasági szakember, akkor azt tudhatja, főleg ott a felső vezetésben, hogy ennek milyen hatásai lehetnek a gazdaságra nézve. Tehát ebben valami ugye szándékosság volt, hogy ebben előidézzenek egy szándékos inflációt. Oké? Na most ugye állítólag ugye ebbe az volt, hogy választásokat lehet ebben nyerni, de nem lehet ebben választásokat nyerni, mert a Trump se nyerte meg a választást, pedig ő is adott, most meg a Biden sem biztos, hogy meg fogja nyerni a kongresszusi választásokat, ami most lesz valamikor az ősszel. Tehát ami azt jelenti, hogy a lakosság ebből a szempontból nem biztos, hogy azt támogatja. Na mindegy, ne politizáljunk, hanem lényeg az, hogy kellene gondolkodnod azon, hogy plusz jövedelemre lenne szükséged, nem? Hogy esetlegesen. Tehát ez úgy működik, ugye tudjátok, hogy egy alkalmazotti lét ez a következőképpen működik. Te eladod magadat, bemész dolgozni, a hónap végével, a hónap befejezte után megkapod a fizetésedet. Így működnek az alkalmazottak. Régen ez más volt, mert napi díjat fizettek kezdetbe az alkalmazottaknak. Így érték el azt, hogy leszokjanak a vállalkozói hozzáállásról. Hogy képzeld el, a vállalkozó az úgy működik, most gondold végig, egy állattenyésztő akkor jut pénzhez, amikor eladja az állatot. És közben egy csomót beinvestál az állatba. A mezőgazdasági termelő az akkor jut pénzhez, mikor eladja a terményeit. És közben beinvestál hónapokon keresztül, ugyanúgy, mint az állattartó. Bármilyen vállalkozás kezdetben beinvestál. És idő, mire pénzénél lesz. Az mit jelent, hogy pénzénél lesz? Hogy annyit visszatermel maga a vállalkozási forma. Ott tartottam, hogy a vállalkozói hozzáállás az teljesen más, mint az alkalmazotti hozzáállás. Tehát
tehát a vállalkozásokról úgy szoktatták le az embereket, hogy napi bért fizettek. Tehát elment dolgozni, és aznap kifizették. Tehát gondold végig, micsoda különbség, hogy egy vállalkozó dolgozik, majd hozzájut a pénzhez. Az alkalmazott meg dolgozott egy napot, meg már aznap megkapta a bérét. Majd bevezették a heti bérfizetést, majd a két heti bérfizetést. Én még dolgoztam két heti bérben a 80-as évek elején, majd ugye a négy heti bérezésre álltak át. Tehát ugye az azt jelenti, hogy még akkor is 4 hét után megkapni a bérezést, az még mindig sokkal hamarabb történik, mint a vállalkozásoknál, mire visszatermelődik a befektetett pénz. Tehát például ugye én nulláról indultam vállalkozóként, azt mondja, hogy igazából mondhatjuk azt, hogy cégként, azt mondja, hogy egyszer, kétszer, nulláról indultam négyszer. Mindig figyeltem, hogy mennyi idő telt el, mire nullára kerültem. A nulla az azt jelenti, hogy amennyibe nekem került az egész, azt visszahozta. Oké? De az azt jelenti, hogy nekem mindent magamnak kellett létrehoznom, és az nyilván sok időbe és sok pénzbe került. Ez azt jelenti, hogy egy évnél hamarabb még soha semmi nem került nálam nullára. Soha semmi. Oké? Tehát négyszer kezdtem új dolgot cégként, és még egyszer mondom, mindig néztem, hogy mennyi idő alatt kerültem nullára. És mondom, a legjobb az egy év volt. Oké? Tehát ez, ha megnézed, a vállalkozások, még ebből a szempontból, az induló vállalkozások, az ebből a szempontból még rosszabbak, mint mondjuk a mezőgazdasági vagy az állattenyésztő tevékenység. Érted? Mert ott, mit tudom én, mondjuk fél év, 3-4 éven belül, bár mondjuk egy újszülött tinóból, ugye az a szarvasmarha kicsinye, egy eladó, mit tudom én, mika lesz, lehet, hogy az 2 év, érted? És lényeg az, hogy az is idő, de ezt most miért mondom? Mert van egy típusú vállalkozás, ami nem ügyeskedés, nem ilyen vevő megkárosítás, tehát van egy csomó ügyeskedés, amit az emberek csinálnak. Tehát az elmúlt 10 évben, igen, körülbelül 10 évben indultak olyan tevékenységek, már előtte is volt, csak nem olyan tömeges, mint most, hogy adjuk el a semmit, szó szerint, minél több pénzért. És ha azt a semmit nevesítjük, természetesen a semmit, tehát annak legyen neve, és minél többet adnak ezért a semmiért, ezt úgy hívják egyébként, hogy kriptovaluta, csak úgy mondanám, adjuk el a semmit minél több pénzért, nyilván annál nagyobb nyereség lesz belőle. Hát addig, míg az emberek észre nem veszik, hogy egy nagy semmit vettünk. Érted? Na most, van egy film, én mindenkinek javasolnám, hogy nézze meg, az Enron botrány. Enron botrány. Mindenkinek javaslom. Mert az pont ezt mutatja, hogy a részvényeket hogy föl lehet emelni a csillagos égig, úgyhogy a mögött gyakorlatilag a töredéke érték van. De a részvények mögött legalább van egy töredékérték,
a kriptovaluták mögött semmilyen érték nincs. És 10 éve keresnek úgy pénzt, hogy ilyen ügyeskedéssel emberek, hogy a semmit eladják, kriptovalutának hívják, és az emberek megveszik egyre több és több pénzért természetesen, és az egy dollárból mondjuk lesz 60 ezer dollár. Egy dollárból. Érted? Tehát a bitcoin például volt 60 ezer dollár. Egy bitcoin. Érted? És egy dollárról indult. Egy dollárról. Miért? Annyit ért. Most gondold végig, ami valamikor egy dollárt ért, az hogy érhet 10 év múlva 60 ezer dollárt? Az úgy érheti 60 ezer dollárt, hogy az emberek nyerészkednek. Érted? Tehát nyerészkednek, és a nyerességvágy hajtja az embereket, és akkor veszik, 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 és addig nincs gond, ameddig többen veszik, mint eladják. Oké? Okay? Mikor az emberek elkezdik eladni, na akkor van gond, mert akár vissza tud menni egy dollárra. Érted az értéke? És ugye nem a bitcoin kezdte el, és azóta kismillió ilyen kriptovalutát hoztak létre, és abból egy csomó már tönkre ment, mert ugyanezt, amit elmondtam, eljátszotta, hogy fölment az értéke, és utána visszament, és gyakorlatilag becsődölt. Szóval lehet így nyerészkedni, csak ez nem etikus. Oké? Okay? Mert ezt úgy hívják, hogy nyerészkedés, és ez gyakorlatilag egy átverés. Érted? Ez egy átverés. Tehát amikor valaki nyerészkedik, akkor a másikat valamilyen szinten átveri. Jó? Tehát valamennyire, ezt úgy hívják, hogy vevő megkárosítás, de ezzel igazából nem foglalkoznak. Nos szóval, lényeg az, hogy én nem a nyerészkedésre gondoltam, hanem bármilyen üzleti tevékenység, az ugye, az kemény pénzekbe kerül, és mire megtérül, az évek. Tehát mondom, nekem, nem tudom, szerintetek mi az, ami legkevés, leghosszabb időn keresztül térült meg? Ugye 4 tevékenységgel foglalkoztam, ugye volt a biztosítás anno annak idején, utána a nyugdíjpénztár, utána az önsegélyező pénztár, most pedig ugye a személyiségfejlesztés. Szerintetek a 4 közül melyik térült meg legkésőbb? Mit tippeljetek? Van, aki azt mondja, hogy biztosítás? Személyiség. Az utolsó térült meg legkésőbb. Oké? Okay? Miért? Mert ez a terület ez teljesen szűz volt, mikor én elkezdtem, és teljesen furcsa volt az emberek számára. Na, de nem is ez a lényeg. Azok a területek meg, jó, a nyugdíjpénztár is új volt, mikor kezdtem, meg az önsegélyező is új volt, de az mégis más ebből a szempontból. De azért térült meg későn, mert nem pozícionáltam a célterületet. Tehát, hogy ki a célközönség. Tehát ma a bolygón azok, akik tudatosodni akarnak, az körülbelül 4% jelenleg. Érted? De ez nem kevés ember, mert 320 millió ember a bolygón. Sőt, már lehet, hogy több is. Mondjuk, ha 8 milliárdan vagyunk, akkor ennyi. Ez 320 millió ember. Az nem kevés, hanem sok. De ahhoz, hogy abból eredmény lehessen, őket kell megtalálni. Tehát nem, most gondold végig, ha mindenkit keres az ember, és mi mindenkit kerestünk, abból 4% az, amelyik nyitott. Érted? És akkor nagy nehezen, hosszú évek után rájöttünk arra, hogy nem mindenkit kell keresni, hanem azokat kell keresni, akik nyitottak a fejlődésre, a saját fejlődésükre. Világos ez? És onnantól kezdve, amikor rájöttünk arra, hogy,
hogy hosszú évek teltek el erre, hogy kiket kell keresni, onnantól már nem volt gond a növekedéssel. Világos ez? De addig, ameddig nem jöttünk rá arra, hogy kik a célközönségünk, addig ez nagyon nehezen nőtt. És sokkal nehezebben nőtt, mint az előző három. Érthető ez? Na most, ami azt jelenti, hogy ha most valaki mondjuk a módszer szerint elkezdi csinálni az emberek szervezését, ugye arra, hogy tanuljanak, akkor sokkal gyorsabban lehet haladni, mint anno annak idején. Na most, ezt most miért mondtam el? Ugye azért, mert nekem magának az elég egésznek az elindítása, ugye az sokba került. Tehát ma egy olyan programot kifejleszteni, az több millió forint, csak onnan indulunk. Érted, hogy ez az egész úgy tudja működni. Na most, és akkor még egyéb költségekről nem beszéltem. Tehát megnézzük a dolgokat, ugye az embereket egyetlen egy dolog tudja kihúzni abból, hogy ne jussanak, nyilván most nem a kivételekről beszélek, hanem az emberek többségéről beszélek, egyetlen egy dolog fogja kihúzni abból, hogy elromoljon nagyon a hangulatuk a jövőben, az, hogyha látják a jövőt. De az kevés, ha látják a jövőt, tudják azt, hogy én megélem. Tehát az kevés, hogy látja valaki a jövőt, azt is tudnia kell, hogy megéli. Érted? Tehát hiába látják az emberek a jövőt, ha abba bizonytalanok, hogy megéli vagy sem. Világos ez? Tehát ha egy ember nem tudja, hogy megél valamit, eléri azt az időszakot vagy nem, akkor ugyanúgy ott van benne a félelem. Oké? Mitől? Természetesen a haláltól. A haláltól való félelem. Ez azt jelenti, hogy ugye két biztos pontnak kell lenni. Hogy mi a jövő, és annak, hogy tudni, hogy megélem. Na most, hogy mi a jövő, az azt jelenti, hogy gondoljuk végig, hogy milyen jövőt szeretnél magadnak. Tehát milyen társadalmi formában szeretnél élni? Gondold végig. Hát biztos nem egy ilyen dedili társadalmi formában, ez a demokratikus, diktatórikus liberalizmus, érted? Tehát ez a dedilizmus szó szerint, ami most van. Hát biztos, hogy nem ebbe akarsz élni. Ki lett próbálva itt a történelem során, hogy a demokrácia sem az igazi, a liberalizmus sem az igazi, a diktatúrák sem az igaziak. Nem működik. Kipróbálták brutális szinten a diktatúrát, ugye, amit úgy hívnak, hogy fasizmus, meg nácizmus, érted? De ezek nem működnek, ha megnézed. Hosszú távon biztos, hogy nem működik, rövid távon működik, de hosszú távon egyik. Még leginkább, leghosszabban talán a demokráciák tudtak működni, de hát például nem is működtek olyan hosszan, mint mondjuk a királyságok. De hát a királyság is valamilyen szinten egy diktatórikus rendszer volt, ha jobban megnézed. Csak mégse olyan, mint mondjuk egy nácizmus vagy egy fasizmus. Tehát mi lehet a megoldás? Hát egy olyan társadalmi formának kéne lenni, ahol az emberek képesek együttműködésre, nem? Hát ez manapság nem annyira szokás, illetve szokásuk az embereknek. Az együttműködés az pedig csak etikai alapon működik. Tehát akkor tartós egy együttműködés, hogyha az együttműködők azok etikusak. Ahhoz, hogy valaki etikus legyen, ahhoz nyilván tanulnia kell az etikát. Alapvető dolog. De az is kell az együttműködéshez,
hogy a cserék az együttműködésen belül rendben legyenek. Tehát ne az legyen, mint nagyon sok együttműködésnél, hogy az egyik úgy működik együtt a másikkal, hogy fogjuk meg és vigyétek. Tehát az azt jelenti, hogy hát az nem az igazi együttműködés. Tehát az igazi együttműködés az, amikor fogjuk meg és vigyük. Oké? Tehát nem olyan, mint mikor mondjuk egy szekeret húzni meg tolni kell, és akkor vannak, akik ugye részesek abból a hogy odaérjen a szekér, de ők csak nézik, hogy a többiek tolják meg, húzzák. Érted? Tehát vagy mit tudom én, hát kicsit tologatom, az se az igazi. Na most ez nem csak etikai alap, hanem megfigyelhető, hogy minél jobb állapotú valaki, annál aktívabb. Minél kevésbé jó állapotú, annál inaktívabb. Persze mondjuk egy haragos ember az nagyon aktív a rombolásban. De nyilvánvaló, hogyha az ember nem rombolni akar, hanem létrehozni és együttműködni, ahhoz nem rossz, tehát nem haragosnak kell lenni. Na most ez azt jelenti, hogy az ember, ha együtt tud másokkal működni etikusan, és úgy, hogy mindenki bele rakja a saját energiáját abba a tevékenységbe, akkor tud egy olyan fajta együttműködés lenni, amit itt láttok, hogy szeretetben, békében és boldogságban, azért tud szeretetben, békében és boldogságban lenni az az együttműködés, mert mindenki elégedett azzal az együttműködéssel. Világos ez? És nincs olyan, hogy az egyik azért nem elégedett, mert a másik kihúzza magát a tevékenységből. Érted? Vagy az egyik, aki kihúzza magát a tevékenységből, azért nem elégedett, mert irigykedik a másikra. Érted? Tehát amikor az emberek együttműködnek, akkor az nagyon fontos, hogy valami azonos tudatszinten és azonos energiaszinten működjenek együtt. Világos ez? Ezért nem érzed magad jól a munkahelyeden, mert olyan emberek vesznek körül, akik nem azonos tudatszinten vannak hozzád, illetve azonos tudatszinten vannak egymáshoz, inkább úgy mondanám, és nem azonos energiaszinten vannak az emberek. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy azonos energia és tudatszinten működnek az emberek, akkor azok jól tudnak együttműködni. És ha mondjuk rossz hangulatúak és alacsony tudatszintűek működnek együtt, azt gondolnád, hogy az is jó, mert hát akkor azonos energiaszinten vannak, de nem jó, mert nem fogja előre menni a kerék, érted? Nem fog előre menni. Tehát maga az energiájukkal az egésznek az előrehaladását megállítják. Világos ez? Tehát az azt jelenti, hogy akkor tud az ember együttműködni másokkal, hogyha azonos tudat és energia szinten működnek az emberek. Érted? És ez csak ehhez az kell, hogy erre az emberek hajlandók legyenek. Tehát hajlandók legyenek arra, hogy fejlesszék a tudatszintüket, fejlesszék a hangulatukat, javítsák a hangulatukat. Na most ezt pedig nem lehet megvalósítani alkalmazotti léttel. És akkor azt mondod, hogy hát de vállalkozás, ugye azt mondtad, hogy a maga, mármint én, ugye mondod magadba, hogy azt mondtad, mármint én mondtam, hogy ezt érült meg legkésőbb. De én azt látom, hogy ma nem így van. Tehát akik most kezdik a szervezést, sokkal, de sokkal gyorsabban érnek el eredményt, mint amit én értem el. Sőt, sokkal gyorsabban érnek el eredményt, mint mondjuk akik 3-4 évvel ezelőtt kezdték. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy nekem mindent ki kellett találni, az olyan, mint mikor egy dzsungelen át akarsz menni,
és akkor te mész elől, és vágod az utat, mondjuk egy ilyen, mi a manónak hívják? Macsétával, vagy macsete, vagy mi a nyavala, vágod, érted? És bozotvágó, igen, az egyszerűbb, bozotvágóval vágod, érted? Hát az egy kicsit lassan megy az előre a haladás. A többiek, akiknek már ugye kivágtad az utat, azok már könnyebben haladnak az úton. És nyilván minden jobban ki van taposva az út, hát annál könnyebb haladni azon az úton természetesen. És ugye ki van taposva az út. Az azt jelenti a kitaposás, hogy sokkal könnyebb haladni most, mint annó annak idején. És ráadásul neked nem kell semmit se csinálni, mindent készen kapsz, tehát készen kapsz, nem kell programot csináltatnod, nem kell próbálkoznod, hogy ez hogy működik, az hogy működik, érted? Mindent készen kapsz. Ami javasolt, ami egy befektetés, hogy vegyél részt a rendezvényeken élőben. Ha egy módod van rá, vegyél részt személyesen is. Tehát az azt jelenti, hogy menj el a rendezvény helyszínére. Vannak rendezvényeink, ugye hetente kétszer, szerdán és vasárnap, mindig este, mindig ugyanabban az időben. Az ugyanabban az időben, hogy szerdán mindig ugyanakkor kezdődik, és vasárnap, ugye ez egy másik időpontban, ugyanaz. A vasárnap az 4:30, a kezdés a szerda, az pedig 6 óra a kezdés. Nyilván ezáltal a 6 órás kezdés később van vége természetesen, annyival, mint amennyivel ugye a vasárnapi előbb kezdődik. És van egy nagyobb rendezvényünk, egy hónapban egyszer, tehát 12 van egy évben, előre tudjuk már a jövő évet is, hogy mikor lesznek ezek a teljes napos rendezvények, azok 11-től 6-ig tartanak, az a hivatalos rész. Na most ez miért mondom? Mert mit csinálsz ebben az időszakban? Tanulsz. És aki tanul, és az, amit itt tanul, hasznosnak véli, akkor erről biztos tud másoknak beszélni. Kiknek? Nem mindenkinek. Az emberek többsége jelen pillanatban nem nyitott az önfejlődésre. Én is úgy hagytam el az iskolát annak idején, hogy a franc fog többet iskolába járni, soha életbe. Érted? Hát ahhoz képest iskola alapító lettem, érted? Szóval egy kis változás lefolyt bennem, hogy ez így történjen. De tényleg, gondoljátok végig, úgy hagytam abba az iskolát, hogy a világ egyik, vagyis az életem egyik legboldogabb pillanata volt, hogy végre kikerültem az iskolába, érted? És végre szabad lehetek, mert én az iskolát egy börtönnek éreztem. Érted? És azt mondtam, én többet iskolába nem fogok járni, az hót biztos. Ehhez képest, ugye mikor kezdtem az iskolába járást? Hát 91-ben. Érted? Ehhez képest. Tehát gyakorlatilag 11 év múlva már teljesen másként gondolkodtam erről a kérdésről, de nyilván nem is ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy mit tapasztaltam. Én azt tapasztaltam, ugye, hogy nekem van saját szervezésű csapatom 91-től. És rengeteg emberrel, az a rengeteg, az több tízezer emberrel. Tehát több tízezer ember csatlakozott ugye ahhoz a szervezethez, amit én alapítottam. Érted? Tehát ez azt jelenti, hogy ezáltal sok emberrel lett kapcsolatom, nagyon sok emberrel lett rálátásom, és azt látom, hogy a tudás, ha az ember használja, akkor az rengeteg dologra megoldás. Mondhatjuk azt, hogy mindenre. Tehát én még nem találkoztam olyan dologgal életemben, amire a tudás ne lett volna megoldás. Oké? Tehát soha nem találkoztam olyan dologgal, amire a tudás ne lett volna megoldás. Nyilván ez kezdetben, amikor még nem így volt, mármint úgy nem ilyen tapasztalataim voltak, akkor nem is gondolkoztam erről a kérdésről, de 91-től én azt tapasztaltam, hogy minden dologra van megoldás, minden problémára van megoldás, mert van rá tudás. Világos ez?
És ez miért fontos? Azért, mert ha az ember meg tudja oldani a problémát, akkor nem lesz rossz állapotú. És ha az emberek nem lennének rossz állapotúak, akkor tudnának együtt működni. Oké? Ez egy kulcs. És ha az emberek tudnának együtt működni, akkor aranykor lehetne. Az aranykor azt jelenti, hogy egy olyan fajta társadalom forma, ami egy átmenet, egy más létforma és az emberi létforma között. Tehát egy más létforma, egy olyan létforma és a jelenlegi létforma közötti olyan átmenet, mi a másik létforma, ahonnan jöttünk. Tehát ahonnan az emberi lélek jött. Oké? Az egy más létforma. Tehát a te lelked az nem erre a bolygóra született. Oké? Maradjunk ennyiben, senkinek a lelke nem erre a bolygóra született. Tehát egyetlen egy emberi lélek nincs, akinek ide született volna a lelke. Világos ez? Tehát ez a földi lét az emberi léleknek egy átmenetnek kellene lenni, nem egy végleges megoldásnak. Tehát gondold végig, a lélek olyan, hogy a világegyetemben maga a lélek test nélkül úgy tud közlekedni, hogy egy gondolat ideje alatt, tehát egy pillanat alatt az univerzum bármelyik szélén tudsz lenni lélekként. Érted? De a testet, mivel anyag, azt utaztatni kell. A lélek az a gondolat sebességével képes utazni. Tehát ami azt jelenti, hogy egyik pillanatban a másikba bárhol tudsz lenni, ha nincs korlátozva a test által a lélek mozgása. Azt mondja, hogy ha nincs test, akkor korlátlan tudás befogadására képes a lélek. Oké? Tehát korlátlan tudás befogadására. Csak egy baj van a korlátlan tudással, az etikai szint. Mert, ha megnézed, tökéletes példája ennek az ember, hogyha több tudást kap, mint amit képes feldolgozni, akkor a tudással vissza fog élni. Lásd például a fegyvereket, jó? De most ne a kardot meg ilyet gondolj, hanem a komolyabb fegyverekre. Például mondjuk a robbanóanyagokra. Oké? Okay? Tehát a robbanóanyagokat nem azért kaptuk mi emberek, hogy harcra használjuk. Hanem arra például, hogy mit tudom én, ha van ott egy hegy, és nem akarják kikerülni, akkor tudjanak helyet robbantani az útnak. Érted? És akkor nyilván most nem hegyről van szó, hanem egy dombról, mert a hegyet az kifúrják, a dombot meg kirobbantják, az kész. Jó, szóval lényeg az, hogy ugye ha tudatlan egy lény, és magasabb tudáshoz jut azonnal, simán vissza tud vele élni, mint ahogy visszaélnek a spirituális tanítású képzéseken azok az emberek, akik alapokkal nem rendelkeznek. Szóval, ha egy ember megnézi, hogy milyen korlátai vannak saját magának, és ezen egy kicsit elgondolkodik, akkor előbb-utóbb talán rájön arra, hogy lélekként egész más minőségű életet élhetne az ember. Nem az ember, hanem a lelkünk. És rájöhetne arra, hogy mennyivel egyszerűbb lenne a lét, hogyha a testünket csak eszközként használhatnánk. Ami azt jelenti, hogy fogod és lerakod a testedet, és utána mész lélekként a világegyetembe, ahova menned kell. Érted? És utána akarsz, visszajössz a testedért, és akkor beszállsz a testedbe, és akkor egy hordozó eszközzel, mondjuk egy űrhajóval közlekedteted a testedet. Érted? Szóval, és gyakorlatilag most gondold végig,
hogy lélekként, mivel kibe tudnál járni a testedbe, akár több tested is lehetne a világ különböző pontjain. Miért kellene egy testbe lenni? Lehet itt is egy tested, meg a világ másik felén is egy tested, és amikor ott vagy lélekben, akkor beszállsz abba, és nem kell hordozó eszköz. Nem tudom, elég világos voltam-e. És ez így működik ott, amikor a lélek szabadon tud jönni, menni. Nyilván ezt a földről nem tudnád megcsinálni, mert a föld körül van egy olyan erőtér, amin a lélek nem tud kibejárni, érted? Ami azt jelenti, hogy engedéllyel, meg átvezetéssel jönnek át a lelkek. Jó, tehát az azt jelenti, hogy ugye ez azért van így, hogy ne kóboruljunk össze-vissza, ahol nem kéne. Jó, tehát ez olyan, mint a mondjuk a kert, a telken egy baromfi udvar, érted? Ami azt jelenti, hogy körül van zárva kerítéssel, hogy a baromfik azok össze-vissza ne menjenek ide-oda, ahova nem kéne, érted? Na hát most mi úgy vagyunk itt a Földön gyakorlatilag. És ez nem mese, hanem ez így van, jó? Ezt honnan tudom? Hát honnan tudom, hogy van ugye már régóta összeköttetésem, információk a teremtőmmel avval kapcsolatban, hogy mi volt, mi lesz, és mi van, jó? Tehát nyilván a van az mindig csak per pillanat kérdése, ugye itt a kulcskérdés mindig az, hogy mi lesz, meg mi volt. Jó, szóval egy olyan fajta tevékenységre is hívunk a tanuláson kívül, ez nem kötelező, ez egy lehetőség. Tehát itt az emberek azért tanulnak, hogy fejlődjenek, és aki szeretné, szervezhet. Ami azt jelenti, hogy ebben kezdetben kiegészítheti a jövedelmét, majd egy komoly vállalkozásra lehet építeni, és gyakorlatilag annyi jövedelmed lehet, hogy akár ebből bőven meg tudsz élni, akármilyen gazdasági helyzet van a világban. Oké? Miért? Van nekünk egy olyan népünk, amelyik szanaszét kóborolt a világban, magyarok mindenütt élnek, ha nem is túl nagy számban, de körülbelül kétszer annyi, mint Magyarországon, és akik tudnak magyarul, és azon kívül pedig, ha szükség lesz, úgyis megoldjuk azt, hogy bármilyen nyelven tudjunk kommunikálni. Igen, de közben itt leraktam azt, amit. Ha nem is tudom, hol van. Jó, mert becsukódott, vagy és akkor nem ment, mert akartam volna mondani, hogy éppen most is ment angolul ki élőben. Kattints be, és volt is. Kattintsa be. Azt, igen, kinagyítod. Azt mondja, hogy mindjárt kinagyítom. Kinagyítod, igen. Azt mondja, hogy itt. Oda, felső. De miért csuktam én ezt be, nem tudod? Már becsuktad már rég. Igen? Jó. Hát most éppen most angolul megy ki. De várjál, legyen felül. Ja, és így nem megy. De ez a baj, látod, ez a baj, hogy megint becsuktam. Hát még nagyon nem értek hozzá. Így. Uh-huh. Tehát így most éppen megy angol fordításban, igen, élőben az interneten keresztül az előadás. Jó? De ez az a baj, hogy a felvételben nem lesz benne, csak az élőben. Jó, nem. Amit felvesz a gép, abban benne lesz. Ja, hogy a YouTube-ra. Ja, értem, jó. 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 Úgyhogy gyakorlatilag valamilyen szinten ugye már meg lehet akár azt is oldani, hogy mondjuk angolul, vagy éppen azon a nyelven, amit szeretne. Most a magyarországi tanulókon kívül egyébként a romániai tanulók vannak a legtöbben. Tehát ők vannak a legtöbben, utána a szlovákiai tanulók, tehát ez a sorrend, és jelenleg valamivel picivel több mint 20% az, aki külföldről vesz igénybe a képzéseimet. Jó, tehát nem Magyarországról. És hát ugye kezd igény lenni, hogy szeretnének olyan emberek is itt tanulni, akik
akik nem magyarul beszélnek. És ha esetlegesen mondjuk tudnak angolul, hát akkor nyilván igénybe tudják venni most már az angol fordítást. Éppen a Gergőjék figyelik is, a házigazdái. No, tehát lényeg az, hogy gondolkozz, itt van egy lehetőséged olyan módon tanulni, ami a bolygó szinten páratlan, és olyan szintű tudást kapni, ami szintén csak páratlan. És ez nyilvánvalóan azért, mert képzés közben is kapok információt. Tehát most gondold végig, nem tudnám megszámolni, hogy hányan mondták már nekem azt, hogy otthon nézte az élőadást, egy gondolatot megfogalmazott kérdésként a fejében, megfogalmazódott, és még abban az előadásban válaszoltam neki. És rengetegen erről beszámoltak. Jó, tehát ennek még akár, ha akarnád, el tudnám magyarázni azt, hogy hogy a manóban működik ez, és hogy miért adok választ, jó? De most nem fogom elmagyarázni, mert nincs rá idő. Köszönöm szépen a figyelmeteket, legyél nálunk tanuló, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük Szellacsik Miklós mesterkóstnak a nagyszerű előadást. Szerintem nagyon elgondolkodható, amiről ma szó volt. Érdemes átgondolnotok, hiszen rengeteg lehetőséget nyújt Szellacsik Miklós a képzései által, szóval tanulni is nagyon jól lehet, illetve aki szeretne, az plusz jövedelmet is szerezhet. Nekünk is van már saját csapatunk, a találatot tudjuk támasztani, tapasztaljuk. És azt szeretnénk javasolni, hogyha tetszett az előadás, akkor érdemes elkezdeni a képzéseket is. Nagyon kedvező a tandíj. Ez havonta összesen 19.700 forint. Ha visszaszorozzuk, osszuk, akkor 660 forintra jön ki az első hónap. Ez 30 óra képzést takar egy hónapban. A második hónaptól pedig már csak 9.800 forint. Szerintem elérhető áron van mindenki számára. És ez árgaranciával, ameddig itt tanulsz. Szeretnénk javasolni is, hogyha tetszett, vedd fel a kapcsolatot az ajánlóddal, a vezetőddel, vagy aki szimpatikus számodra, és gyere közénk! Köszönjük, hogy a mai előadás házigazdái lehettünk. A szünet után önbizalom coach képzésünk lesz, amelyen, ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Szeretnénk megkérni mindenkit, akinek jogosultsága van a képzéshez, lépjen át a jelen havi élő képzésre. Most pedig 30 perc szünet következik, ami fél hétig fog 18.30-ig. Tartani. 18.30-ig. Köszönjük szépen! Sziasztok! Sziasztok!